Tízezrek tüntettek vasárnap délután Prágában Ukrajna mellett. A Csehország a félelem ellen megbírkózunk vele jelszó alatt megrendezett nagygyűlést, a millió pillanat a demokráciáért elnevezésű polgári mozgalom kezdeményezte. Eljött az ideje, hogy kinyilvánítsuk szolidaritásunkat Ukrajnával. Meg kell mutatnunk, hogy a 30 éve kiharcolt demokratikus értékeinket nem hagyjuk elvenni, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Mutatott rá Hanna Trestiková cseh filmrendező, a tüntetés egyik szónoka. A nagy és résztvevőihez videóüzenetben Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége is szólt. Oroszország ma már nem az ukrán hadsereg, hanem a civil társadalom ellen harcol, mutatott rá a First Lady. Bár az energetikai szektor elleni orosz támadások növelik a civil lakosság szenvedését, az ukránokat ezzel sem fogják megtörni, hangsúlyozta Zelenszka. A vasárnapi prágai tüntetés résztvevőit, akik fejei felett sok cseh, ukrán, európai uniós és amerikai zászló lenget, a szervezők több mint százezerre becsülték, a rendőrségi közlemény több tízezer emberről beszélt.